A nap felszíne nagyon aktív, nagyjából 6000 Celsius fok hőmérsékletű, a napkorona viszont több millió Celsius fok, tehát körülbelül 3 nagyságrenddel forróbb. A napkorona napfogyatkozások során a legjobban megfigyelhető. A próba 3 küldetés során az Európai Ürügynökség szakemberei mesterséges napfogyatkozást idéznek majd elő a műhold párossal 50 alkalommal évente, alkalmanként 6 óra időtartamban. Így tökéletes alkalom nyílik majd a CME, a Coronal Mass Ejection, vagy magyarul korona kidobódás megfigyelésére, és remélhetőleg segít megérteni, miért ennyire forró a napkorona, és miért létezik napszél, melynek alaposabb ismerete révén talán pontosabb űridőjárás előrejelzés válik az emberiség számára elérhetővé. Az űridőjárás hatással van az űrhajókra, műholdakra, GPS rendszerekre, a földi áramszolgáltatásra, geomágneses viharokat okoznak, melyek hatással vannak az emberiségre, a fejlett technológiánkra itt a Földön. A mostani adásunkban Hász Ákos lesz a vendégünk, aki Belgiumban él, a Redwire nevű cégnél dolgozik, és a Próba 3 küldetés projektvezetője. Részletekbe menően beszámol majd a Próba 3 küldetésről, annak jelentőségéről, de kitérünk majd a jövőbeli izgalmas ISA projektekre is, valamint az űripar más területeiről is beszélgetünk majd vele. Várunk benneteket hétfő este 20 óra 30 perctől a Space Junkie űrutazás csatornán, tedd fel te is a kérdésed az élő chatben, és lehetőség szerint próbálunk minél több kérdést beemelni majd az adásba. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!